A keresztény családok életében éles esemény az első áldozás. A 24 gyermek a vasárnap délőtti szentmisén a hívők gyülekezete, kereszt szüleik és hozzátartozóik előtt újították meg keresztségüket. A római katolikus gyermek vallásos életének egyik mérföldköve az, amikor először részesül a szent áldozás kegyelmében a zsúfolásig megtelt templomban a szülők, kereszt rokonok és az egyház közösség hívei saját első áldozásukat idézhették fel, amikor a fehérbe öltözött gyerekek a hitoktató kíséretében vonultak be az oltár mellé. Az imára kulcsolt kezecskék a fürkészült tekintetek arról tanúskodtak, hogy jelentős esemény történik az életükben, hiszen az előző nap tett első szentgyónások után izgalommal várták a Jézussal való találkozást. A vasárnap délelőtti szentmisén a gyerekek, a hívek és hozzátartozóik előtt újították meg a keresztségüket. Dobág Gábor Káplán szentbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a fehérbe öltözött, tiszta lelkű gyerekek láttán a híveknek a saját gyermekkoruk első áldozások juthat eszükbe. A plébános szólt arról, hogy a katolikus egyház egyik jelentős ünnepe az első áldozás. Az oltári szentség első alkalommal történő vétele. Egy vallásos, hitét gyakorló szülő életének fontos mozzanata a keresztény életre való nevelésben az első áldozás pillanata. A gyermek értelmi érzelmi fejlettségének eljut egy olyan szintjére, hogy még hatékonyabban gyarapíthatja tudását, hitbeli erejét. A Szent Mise végén az első áldozók és szüleik elsőként vették magukhoz Jézus testét és vérét a szerencsi munkás Szent József templomban.